Sziasztok, felsőmaró asztalt fogunk készíteni, tehát asztalba fogunk felsőmaró gépet beszerelni. Na most itt már eleve rohadt nagy káosz van. Megint intermezzóval kezdünk, és nem akarok senkit sem megbántani. Sajnos az asztalos szakma degradálódik. Ennek egyik oka, hogy a különböző hobbi asztalos fórumok már nem úgy közvetítik teljesen a szakmát, ahogyan az szakmailag elvárható lenne. Hiányoznak szakkifejezések, hiányoznak tervezési szemléletek, hiányoznak anyagismereti dolgok, nagyon sok minden hiányzik. Alaphelyzetben ezzel egyébként nem lenne olyan hű, de nagy probléma, csak akik olvassák, akik látják, és akik utána ezt csinálják, annak az a hozománya, mint a pletykának. Tehát a falu elején elindul a pletyka, hogy a Maris terhes, és mire a végére ér, fél óra múlva gyakorlatilag már meghalt, elköltözött, felnégyelték, stb. És ezzel elég nagy problémák vannak. Hozhatnám itt a butorlapos témát, mert most pont megint előkerült az egyik Facebook csoportba, hogy valaki elkezdte feldolgozni ezt a dolgot, hogy hát milyen alapanyagok vannak, én is tervezem ezt egyébként. Ő ezt írásos formában, ami valljuk be, hogy tök jó, hogy meg lesz, de a kutya nem fogja olvasni, mert senki nem olvas. Tehát, na mindegy. És ott elindult megint egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen megengedő magatartás. Én azt gondolom, hogy ez ugyanaz a szituáció, mint hogyha itt Magyarországon is megengednék azt, hogy nem lenne sebességkorlátozás az autópályán. Tehát boldog-boldogtalan tolná ezerrel jobbra-balra, és mindenféle felelősség nélkül száguldozna. Így is, csak így azért van egy icike-picike fék, tehát azért, ha meglátsz egy bütykös taxit, akkor azért óhatatlanul legalább leveszed a lábadat arról a kurva gázpedálról. Arra hivatkozunk, hogy a nyelv az megújul, meg fejlődik, meg dinamizmus, meg kutyafasza, az nem jelenti azt, hogy ezt legalizálni lehet, és megengedőek lehetünk. És mindig azt a példát hozom, ami a vadászoknál, fegyveres, rendvédelmi erőknél ugye előfordul, hogy a ravasz az a róka, a ravasz az az elsütő billentyű. Szar kimondani. Igen, valóban, nagyon rossz kimondani, mert egy böszme hosszú szó. És innen ered egyébként az is, de erről majd úgyis csinálok egy videót. Tehát valaki most pont azt mondta, hogy régen mindent bútorlapnak hívtak, mert hogy abból készült a bútor. Ez azért hülyeség egyébként, mert, és mondom, nem akarok senkit sem nagyon megbántani, mert abban az időben is párhuzamosan mind a kettőből nagy volumenben gyártottak bútort. Tehát lécbetétes bútorlapból és laminált forgáslapból is. Csak mivel ezek hosszú szavak, ezért nyilván lerövidítettük őket. Tehát azt mondjuk, hogy bútorlap, és az adott szakmai környezetben mindenki tudta, hogy az lécbetétes, furnérbetétes, vagy esetleg papírrácsbetétes ez a történet. A laminált lapot is mi úgy hívjuk, hogy lami, vagy laminált, vagy néha azt mondjuk rá, hogy fos. De nem bútorlap, mert hogy a bútorlap az kurvára más. És sorolhatnék más dolgokat is, itt a csapolás, csapozás, a penge, a tárcsa, meg az összes többi, nem tudom, ezek honnan jönnek gyerekek, de bazd meg, kezeljük már helyén a dolgokat. Igen, tudom, mondhatjuk azt, hogy az autóban nem kuplung van, nem slusszkulcs van benne, nem benzinszivattyú van, meg index, meg ilyen dolgok. Ezt majd ez a szakma elintézi. Jó? Tehát, akkor térjünk vissza. Aztán majd Patreon megmondja, hogy ezt kivágjuk, vagy nem. Szóval, mi is az a felső maró, mi is az az asztalos marógép? És itt is megint bele kell menni egy kicsit az etimológiába. Tehát majd átugorjátok ezt a részt, jó? Lehet, hogy majd rakok alulra ilyen index, timeline-t, vagy nem tudom, mi ez. Vala az asztalos marógép. Azért az a neve, mert az asztalos használja. Ahogyan van fémipari marógép, úgy van asztalos marógép is. Sőt, én elneveztem, mert én nyelvújító is vagyok, hogy van már egyetemes faipari marógép. Ugye azért egyetemes, mert mindent meg lehet rajta csinálni. Ezeket egyébként jobb esetben nehéz maróknak hívjuk. Ez az, amikor egy asztalos marógép és egy csapozó marógép össze van építve. Ez lehet asztalal párhuzamos, asztalra merőleges, tehát ilyen sarok megmunkáló jellegű, stb. De az, hogy csoportban megint előkerül az a téma, hogy van egy asztalos marógépem, és ajánljatok hozzá marószerszámot, ez kurvára pongyol a megfogalmazás. Mert én már akkor, amikor ez oda íródott, már tudtam, mert annyira zseniális vagyok, hogy ő bizony asztalba épített felső marógépről beszél. És itt ketté kell szedni a dolgot. Ez egy olcsó megoldás.
nem annyira, mert lehet ez baromi drága is, mert ha egy Festool OF2200-as marógépet szerelsz be, ami alsó hangon 500 000 forint környékén van, akkor azért egy kicsit túllőttél a célon, én azt gondolom. Ugye különböző marógépeket szoktunk beépíteni, olcsóbbakat, közepes kategóriát és egy ilyen közép-felső kategóriát, vagy felső-alsó kategóriát. Én, amit preferálok, az egyébként a Hikokinak az M12 V2-je. Szerintem 5 év alatt én 15-20 embernek ajánlottam ki ezt a marógépet, soha senki nem mondta, hogy ez adott esetben szar lenne. Azért nem a Tritont mondom. A Tritonnak vannak korlátai, nagyon komoly korlátai vannak, amik első körben talán nem is tűnnek annyira komoly korlátnak, de előbb-utóbb mindenki belefut abba a történetbe, hogy kontraprofilos szerkezetet akar készíteni, betétet akar marni, és akkor jön a nagy pofára esés, hogy a marószerszámot nem tudjuk átengedni a marótalpon. De ez most más kérdés. Viszont felszerszámozni sokkal olcsóbban fel lehet egy felső marógépet, akár asztalba építve is, míg ez egy asztalos marógépről nem mondható el, hiszen ott egy patent fej onnan indul, hogy 30-40 000, és akkor még nincs benne késed. Egy falc kés az használtan is 50 000, egy nutoló kés vagy egy csapozó kés az hát 80 és 150 között van. De hát azért azzal sokkal termelékenyebben, sokkal több mindent lehet csinálni, és sokkal veszélyesebb is. Viszont ki kell hangsúlyozni azt a dolgot, hogy a két gépnek ugyan van átfedése, bizonyos műveleteket csak az egyik gépen lehet elkészíteni, és bizonyos műveleteket pedig csak a másikon lehet elkészíteni. Hobbistáknak, de még normál asztalosoknak is én azt gondolom, hogy ez egy kötelező darab, csak nem mindegy, hogy hogyan állunk hozzá, mert nagyon sok félreértés van itt hardware oldalról. Tehát, hogy mennyi C-profilt rakjunk bele, mennyi fiókot rakjunk bele, nagyon sok minden, nagyon, nagyon durva Pinterestes megvalósítások vannak, és fölösleges. Na, tehát akkor nézzük meg, hogy egy M12 V2-t hogyan lehetne beépíteni. Itt arról van egyébként szó, hogy ahhoz, hogy azt a marógépet, mert ezt meg is mutatom, be tudjuk építeni, ahhoz kell egy platni, kell egy ilyen alumínium lemez. Ezt az Ankai Gábor Marta, előtte egy kecskeméti forgácsoló szokta nekem ezeket készíteni, ezt én terveztem, tehát hogyha valakinek szüksége van ilyenre, akkor vagy meg tudja tőlem ezt rendelni, nem a lóvéról van szó, vagy elkérheti a tervet. Ettől függetlenül legelőször én is úgy építettem be, hogy simán csak az MDF-re volt felcsavarozva. Nem egy jó megoldás egyébként. Az MDF kúszik. Ez a megoldás továbbá lehetőséget teremt arra, hogy úgynevezett ajaklemezeket rakjunk be, nem műanyagból. Hogyan álljunk neki egy ilyen projektnek? Az első és legfontosabb, hogy célszerű MDF-ből készíteni asztallapokat. Tehát ez az egyik legjobb megoldás. Ezt meg lehet úgy tuningolni, hogy ledekorozod. Tehát vagy dekorlemezzel, vagy van például alumínium borítású dekorlemez. De mekkora legyen ez az asztal? Én azt mondom, hogy egy 60x90 cm-es asztallapon remekül lehet dolgozni. Az kellően nagy, de mégsem nyomulós. Ettől kisebben is működik, ha csak ilyen élelvétel, meg ilyen feladatokat csinálsz, de ha kicsit komolyabb dolgokat akarsz csinálni, hosszabb anyagot akarsz megmunkálni, stb., akkor ez a méret 25-ös MDF. Mit fogunk vele csinálni? 10 mm vastag az a platni, úgyhogy mi használunk egy FSN sínt, és ehhez használjuk a Fest, és ehhez használjuk a Bosch-nak a hát ugye ez az FSN-nek az adaptere, de én már nem használom ezt, mert nem vált be annyira. Jó, nincs vele baj, de van ennél egy lényegesen jobb megoldás. A gépbe Bosch készletből raktunk be egy 18-as kést, egy nem talpéllel rendelkező keményfémlapkás kést raktunk bele, és most el fogjuk készíteni körbe a fogadóját a platninak. Tehát ez lesz most a kis projektünk, ami különben lehetséges, hogy már menet közben megy. Nem tudom, hogy fogom megvágni.
Na, elkészült a marás. Ugye azt mondtam, hogy ez egy talpéla nélküli kés. Hát kiderült, hogy van talpéla. 10,97 a beállítás. Szemre állítottam egyébként be, mert ugye 3-as rasterban megy a lépcső, revolver, és arra húztam rá. Na most azért rakjuk 1 mm mélyebbre, hogy szintezhető legyen. Jó? Tehát fogunk be egy olyan kis apró tüneményt beszerelni, ami által ezt a szintezhetőséget meg tudjuk valósítani. Ja, és ugye vákumasztal. Tehát ilyenkor, ugye itt van, ilyenkor meg nem jön fel. Jó, meg hát még, ja, hát ilyenkor kicsit azért poros. Ezért muszáj beépíteni a vákumhoz egy porszűrőt, vagy hát egy szűrőegységet. Az a szituáció, hogy ugye itt a lemez, és ugye ezt a lemezt nekünk ide be kell valahogyan sűjesztenünk. Eddig egyébként tök jó. Kicsit majd itt kell játszani vele, de jó lesz. És egy ceruzával ide rakunk egy trikket. Nem baj, ha egy picit nagyobb a marásunk. Tehát az nem egy tragikus történet. Itt van egy big winkli, és most a valós vonalat fogom ide felvetíteni, ami ugye itt van. Bele kell kalkulálni a ceruzának egyébként a vastagságát. Tökéletes. Ezt meg ide be tudjuk rakni alulra. És elkövettem egy hibát, mert nem néztem meg, hogy hol van az élkör, de szerencsére az adapter az állítható. Tehát ugye ennek az adapternek van egy olyan tulajdonsága, hogy itt oldalt tudom állítani, egy tekerés, azt hiszem 3 milli valami hasonló. Ezt ide rá bígyeztjük, így, és megkeressük a vonalunkat, íme a vonalunk, csacra ide rakjuk, tehát nem kell pontosan ide rakni. Ha kell, akkor majd inkább marunk még egy kört, és akkor biztos, hogy jó lesz. Méregetés következik, hogy ilyenkor az FSN-től mérsz, vagy máshonnan, az teljesen mindegy. 43-ra fogjuk beállítani ezt a dolgot. 43-ra. 48-ra, bocsánat. Baszki, itt 48-on van. Azt a kurva életbe. Gyerekek, 1 milli. Akkor mindig ilyen büszkeség tölt el. Nem tudom miért, de... Okay. Ennek van a saját sziloplasznyomós egykezes szorítója, amivel mindösszesen annyi a probléma, hogy ennél az asztalnál ez úgy nem működne. Viszont a vákumasztalt kihasználjuk azt a tulajdonságát, hogy így lehet vele játszani. Nem jó helyen vagyunk, viszont túl fogunk menni rajta, és majd egy gyönyörű ilyen finiselő marást fogunk készíteni utána. Ugye itt a szerszámot majd a finiselésnél húzni kell, nem pedig tolni, mert így pörög a szerszám. Most jön az, hogy rámérünk. 26. Ő is 26, de ez nagy valószínűséggel ilyenkor még nem fog ide bemenni. Sőt, biztos. Nekem az a javaslatom, hogy 1 mm-t mozgassuk el ezt a dolgot. Ugye most itt vagyunk. Így ráállítottuk az 1-re. És ez így elméletileg 1 milli. Majd mindjárt kiderül. Nagyjából jó. Ez így rendben van, viszont itt most csinálunk még egy trükköt. Kijebb toljuk a szerszámot, tehát abba az irányba elvisszük, hogy legyen egy ilyen egészséges felfekvési felületünk. Így. Itt tolás lesz a szisztem. Két lépcsőbe csináljuk.
Jogos a kérdés, hogy miért nem helyeztünk fel elszívást, azért, mert még kevesebbet látnánk. Megvan három oldal, most jön az utolsó illesztés, illetve utána még majd vissza fogunk térni, mert ugye oda még kell készítenünk egy marás, de hát az már igazából nem egy annyira bonyolult dolog. Elméletben, mivel középre van elhelyezve a dolog, ezért ez a 15,1-es távolságbeállítás, ez szinte majdnem jó. Kicsit azért beljebb toljuk, jó? Ehhez fogjuk beállítani. Csodálatos. Ugye itt ismételten nem fér el a marógép, vagy hát az adapter a szorítótól, ezért kell használnunk ezt a megoldást. Ha már lúd legyen kövér, ezt is felrakjuk ide, hogy könnyebb legyen a munka. Nem mozog. Ellenőrzés. Jó. Jó. Brutálisan kinagyoltuk a dolgot. Most annyi a dolgunk, hogy ettől a résztől itt megszabaduljunk valamilyen formában. Én ilyenkor azt szoktam javasolni, hogy használjuk ki azt a lehetőséget, ami rendelkezésre áll. Ebben az esetben ezt a 4 centis vinkli szárat. Ezzel azért elég jó hatásfokkal lehet nyomulni. Így. Itt pedig ugye 39-nél vagyunk, tehát akkor 35-höz kell tennünk. Ott fölül pedig a 13-nál vagyunk, a minden, hogy a szopás 1, 2, 3, 4, mert 17-hez kéne, hogy kerüljünk. Ez csak annyit jelent, igazából ha ott fűrészelünk, ahol ezen a vonalakon belül, akkor nagy valószínűséggel minden frankó lesz. Na, és akkor itt látszik, hogy baszki benne vagy. Oda néz. Teljesen jó lett. Azt a kurva életbe. Teljesen jó a buli. Gyakorlatilag nulla ugrándozás van. Ugye itt még annyi a probléma, hogy ezek nincsenek a megfelelő magasságban, és ennek az alakja az még azért egy kis kívánni valót hagy maga után, de ezt most mi nagyon gyorsan helyre fogjuk rántani.